mindenható atyánk, nézz kegyesen Krisztusod az örök főpap arcára, és az iránta érzett szereteted véget, kegyelmezz a papjaidnak. Ó, könyörületes Isten, emlékezz rá, hogy ők is esendő teremtmények, tartsd bennük lángolva szeretetet tüzét. Ne távolodj el tőlük soha, hogy az ellenség soha se győzedelmeskedjen fölöttük, hogy méltóak maradhassanak szent hivatásukhoz. Ó Jézus, hozzád könyörgöm a te lelkes és hű papjaidért, a te gyenge és hűtlen papjaidért, a közöttük dolgozó papokért és a távoli missziókban működő papokért. A papjaidért, akik küzdenek a kísértéssel, a papjaidért, akik magánytól és elhagyatottságtól szenvednek, a fiatal és idős papjaidért, a beteg papjaidért és azokért, akik haldokolnak, és azoknak a papoknak a lelkéért, akik a purgatóriumban gyötrődnek. Mindenek felett könyörgöm hozzád a nekem legkedvesebb szolgáidért, azért a papért, aki engem megkeresztelt, azért, aki engem föloldozott bűneim alól. A papokért, akik azokat a szentmiséket celebrálták, melyeken részt vettem. Érettük, kiknek kezéből kaptam testedet és véredet. A papokért, akik engem oktattak és tanítottak, tanácsoltak és bátorítottak. Mindnyájukért, akiknek hálával tartozom. Ó Jézusom, őrizd őket szent szívedben a boldogságos szűzanyával együtt. Bőséges áldást küldj rájuk, most és mindörökké. Ámen.